Olyan jó volt ezt megvallani és elmondani, hogy csak az Istenben tudok elcsendesülni, csak tőle kapok reménységet, segítséget. Az egyik gyülekezetből mesélt egy barátom, hogy nagyon-nagyon megáldotta Isten a gyülekezetet, és hirtelen nagyon elkezdett növekedni a gyülekezet, több ezer tag megtért egy pár év alatt is. A lelki pásztor 20-as évei elején volt, nagyon fiatal volt, a vezetőség is, és nagyon sok kérdés felmerült, amivel keresték Istennek a válaszát, vezetését, és nagyon sok mindenben nem tudták korom, hogy most mit évők legyünk, mit tegyünk ezzel az emberrel, mit tegyünk ezzel a másikkal. És a vezetőség úgy döntött, hogy csináltatott magának egy egyenpólót, amit gyülekezetbe hordtak. Úgy nézett ki a póló, hogy az volt ide előre írva, nem tudjuk, mit tegyünk, hátul pedig az, hogy csak rád nézünk. Hát ezt nem ők találták ki, hanem Jósáfát király, 2 Krónika 20-ban olvassuk, amikor egy hatalmas sereg támadta meg a népet, akkor ezt mondta az Istennek, hogy Uram, nem tudjuk, mit évők legyünk. Egyedül rád nézünk. És úgy elgondolkodtam, hogy milyen alázat ez, nem, amikor azt látja a gyülekezet, hogy a vezetői azt írják ki, hogy nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Csak az Istenre nézünk. Ezt az egyet tudjuk tenni. De olyan jó, hogy ez a saját életünkben is megerősödik, hogy nem tudom, hogy mit évő legyek ezzel a helyzettel, gyermekemmel, feleségemmel, férjemmel, édesapámmal, sorolhatnám ezt a sort. Nem tudom, hogy mit évő legyek. Egyedül rád nézek, Istenem, mert Te vagy az én segítségem, senki más. Hát így nyissuk meg most a Bibliánkat. János evangéliumának egy igen nagyon szép részéhez érkeztünk, most már a 10. fejezetnél járunk. Keressük ki tehát így a 10. fejezetet. És a 10. fejezetnek az első 19 versét fogjuk elolvasni, álljunk fel, és így hallgassuk Istennek az ígéjét. Tehát János evangéliumának ez a 10. fejezete, és az első 19 versét fogom felolvasni. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, az mind tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, melyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók között a beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük. Ördög van benne, és őrjönk. Mit hallgattok rá? Mások ezt mondták. Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja nyitni az ördög a vakok szemét? Imádkozzunk. Istenem, azzal a alázattal állunk itt most előtted, Uram, hogy nem tudjuk, hogy mit tegyünk, egyedül rád nézünk. Istenem, arra van szükségünk, hogy Te látogass meg minket ezen a mai reggelen. Uram, nem,
nem szépen csengő emberi gondolatokra, nem üresen csengő igeversekre, hanem arra van szükségünk, Uram, hogy a Te lelked megtöltsen minket. Tudjuk jól, hogy a betű az megöl, de a Te lelked megelevenít. Uram, így kérlek, hogy nem az ismereteinket akarjuk ma reggel szaporítani és sokasítani, hanem szeretnénk, Uram, az, hogyha Te itt lennél közöttünk, Uram, és a szívünkre szólnál. Hogyha megnéznéd, Uram, hogy mi van bennünk, a szívünkben, és elmondanád azt, Uram, ami a Te szívedben van ma. Szeretnénk, Uram, hogy arra dobbanna a szívünk, amire a Tied. És szeretnénk, Uram, hogy ennek nem lenne akadálya semmi az életünkbe. Szeretnénk, Uram, most megüresíteni magunkat is, kérni tőled, hogy a Te drága lelked szólítsa meg minket, és Uram, eldöntjük, hogy engedelmeskedni akarunk annak, amit mondasz nekünk. Ámen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt alkalommal két részletben is ezzel a 9. fejezetnek a történetével foglalkoztunk, a vak férfinak a gyógyulásával és a megtérésével, az Istenre találásával. Vak voltam és most látok. Talán az egyik legrövidebb bizonyságtétel, amit a Bibliában olvashatunk, de mégis fantasztikus. Amikor valaki ennyit tud mondani, hogy én vak voltam, most látok, és ezt Jézus tette velem. És ma délelőtt egy nagyon-nagyon gyönyörű ige szakasz az, amit meg fogunk nézni. Előre mondom, hogy az újunkat oda is tehetjük a Zsoltárok könyvének a 23. fejezetéhez. Kicsit párhuzamosan fogunk majd megnézni néhány dolgot. Arról, hogy mit jelent az, hogy Jézus jó pásztor. Két kijelentése is van ebben az igében, de először nézzük az elsőt, amikor Jézus azt mondja, hogy ő az ajtó, ő a juhoknak az ajtaja. Sok ilyen kijelentése van Jézusnak János evangéliumában, egy párat már látunk ezek közül, de van még hátra is. És azt látjuk, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az ajtó. Amikor ilyet mond magáról Jézus, akkor ez egy kirekesztő kijelentés. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus egy a sok ajtó közül. Amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, az nem azt jelenti, hogy egy út a sok közül. Amikor azt mondja, hogy az élet kenyere, akkor nem egy a sok közül, hanem azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, az egyetlen ajtó, nincs más. Mit jelent ez? Vannak ilyen tanmesék, lehet, hogy hallottuk azt, amikor a dzsungel közepén egy hatalmas fal került oda egyik reggelre, és az állatok nagy bajba voltak, hogy hogy fogunk mi átjutni a túlsó oldalra. És akkor mindenki próbálkozott a saját tehetsége szerint, próbálta valaki átugrani, valaki átrepülni, átmászni, sehogy sem sikerült átjutni a falon, és egyszer aztán észrevették, hogy ezen a falon van egy ajtó. És azon az ajtón át lehet menni. De fontos megjegyezni, hogy ez nem egy rés volt. Ez nem egy rés, ez nem egy hiba a falon, hanem ez egy ajtó, egy nagyon tudatos ajtó, amin keresztül át lehet jutni A pontból B pontba. És Jézus, mikor arról beszél, hogy ő az ajtó, ez azt jelenti, hogy ő az egyetlen ajtó. Van egy hatalmas fal. Azt mondja Ézsaiás, hogy nem az Isten kezelet rövidebb, hanem a mi bűneink választanak el minket Istentől. És ami az édenkertben a legjobb volt, higgyük el, hogy nem a környezet és nem a gyümölcsök íze, hanem az a kapcsolat, az a koinónia, ami ember és Isten között volt, hogy együtt sétált ember az Istennel. És beszélgettek. És néha úgy elgondolom, mennyire csodálatos lehetett, hogy akkor még nem kellett a bűnről beszélgetni, nem bűnvallás volt, nem bűnrendezés, nem közbenjárás volt, mert akkor még nem volt bűneset, hanem egy kapcsolat ember és Isten között. És ezt vesztettük el, amikor a bűnnel egy nagyon kemény falat húztunk fel, közénk és Isten közé. De Jézus eljött, és az örömhír arról szól, hogy nem egy rés van a falon. Nem fogod tudni átmászni, hanem egy ajtó van, aminek van egy kilincse, amit ki tudsz nyitni, és ez az ajtó, ez kibejárást enged, hogy át tudsz lépni. És ez a helyzetedről szól, hogy hol vagy, a falon innen, vagy a falon túl vagy. Akkor még gimnáziumban jártunk, reggel korán indult mindig a vonat, és hát akkor még nem ilyen szép vonatok jártak, mint amik itt Pécelen most néha megjelennek. És ahogy reggel, a decemberben, egy nagyon-nagyon fagyos reggelen vártuk azt a vonatot, ami hát kicsit késett, de lehet, hogy ilyen már történt mással is, és vártuk reggel a nagy fagyban a vonatot, és hát megszoktuk, hogy a legtöbb vonat akkor olyan volt, hogy vagy nem lehetett felhúzni az ablakot, vagy nem lehetett lehúzni, tehát nem a legkomfortosabb vonatok jöttek, és valahogy oda került akkor egy Intercity.
Hát ő nem minket vitt el, csak megállt egy pillanatra az állomáson, és akkor ez még nagyon nagy dolog volt, hogy Intercity. És ott, ahogy kint a barátaimmal fagyoskodtunk a kabátba is, és már lilult az órunk, döbbenetes volt látni, hogy megáll egy Intercity, és hogy kinéznek az emberek az ablakon, ők ott bent teát szürcsölnek pólóba, és kinéznek ránk a nagy hidegbe, és én úgy vágytam volna bejutni azon az ajtón, hogy bárcsak beléphetnék arra az Intercity-re, aztán az tovább ment az a vonat. És lehet, hogy így tekintesz bele Istennek a kegyelmébe, hogy de jó lenne ott, ahol ez a melegség, ahol ez a forróság van, de én itt vagyok kint, fagyban, hidegben. De van egy ajtó, és Jézus azt mondja, hogy ő az ajtó. Mindenki más, minden más módszer, amit eddig hallottál, az tolvaj, az rabló, az téged ki akar rabolni. Ha arra gondolsz, hogy majd te megjavítod magad, vagy helyrehozod, vagy majd valami nem tudom milyen feljavító, önképző módszerrel te jó ember leszel, ezek mindig megrabolnak téged. De Jézus azt mondta, hogy ő az ajtó. És ez az ajtó, ez egy védelem is, mert be is záródik ez az ajtó, és megvéd dolgoktól. Nem enged át mindent a falon, de hogyha ott vagy, az ajtó átenged téged, és ez a kegyelem. Ez a kárpit, ami ketté szakadt, és ez a csütörtökieknek mondom, amikor Jézus azt mondja, hogy mit adtam eléd? Egy nyitott ajtót. Micsoda kegyelem ez. És hogyha tovább megyünk, akkor Jézus, amikor elkezdi kifejteni, hogy próbálja jobban elmagyarázni az embereknek, hogy mire gondol, akkor egy másik kijelentést mond magáról, azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, hoztam néhány képet. Látunk itt egy bárányt, amiről elmondható, hogy ez egy védtelen állat, ez egy kiszolgáltatott állat. Azt is elmondhatjuk, hogy nagyon aranyos, nem? Jó ránézni. De ezzel nem sokra megy. Kint a vadonban nincsen szarva, nincsen agyara, nincsen nagy karma, nincsen félelmetes hangja, nincsen sárga, meg kék csíkokkal telerakva, semmi ijesztő nincs benne. Hogyha mondjuk elgondolkodunk adon, a kisfiam sokszor kérdezi ilyeneket, hogyha egy medve és egy farkas összecsapna, akkor melyik győzne? És akkor mit csinálna a farkas, hogy harapna, de a medve hogy csapná le? Na és hogyha viszont egy medve meg egy T-rex, és akkor beindulnak ugye itt a gondolatok. Sose kérdezte meg tőlem, hogyha egy medve és egy bárány találkozik, akkor mi lesz? Vagy ha egy bárány és egy farkas találkozik, akkor mi lesz? Hát egyértelmű, hogy ez az állat, ez egy védtelen, ez egy kiszolgáltatott állat, ami egyrészt ki van szolgáltatva a nyájnak, mert mindig ez a közege, és ki van szolgáltatva a pásztornak. Tehát amit láttunk, ezt csak hagyj mutassam meg, hogy talán emlékszünk, még pár éve mutattam ezt a fotót Shrekről, a bárányról, aki eltévedt, és évekig nem találta meg a pásztor, hogy mennyire ki van szolgáltatva annak, hogy a pásztor az ő terheit levegye róla. És van róla egy felvétel, amikor megnyírta ez a pásztor, hát szinte ez a bárány repült, amikor megszabadult ettől a súlytól. De ki van szolgáltatva a bárány a nyájnak, mert a nyáj a természetes közege. A bárány így van kitalálva, hogy nyájba van. Nyáj és pásztor. Két kiszolgáltatott kapcsolat, amire szüksége van az életben maradásra. De nézzük meg, hogy miért mondja Jézus magáról azt, hogy én vagyok a jó pásztor. És mit jelent ez számunkra, mit jelent ez nekünk, amikor akarom megérteni, hogy mit jelent ez az én életemre nézve, hogy Jézus a jó pásztor. És akkor mondtam azt, hogy nem baj, hogy oda tesszük az ujjunkat a Zsoltárok könyvéhez. A 23. Zsoltár, talán az egyik legismertebb Zsoltár a Bibliából, ami úgy kezdődik, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Szeretném, hogyha megnézzünk a János 10 és a Zsoltárok 23 alapján, hogy mit mond a Biblia arról, hogy milyen az a pásztor, hogy mit jelent nekünk az, hogy a pásztorral függő viszonyban vagyunk. És az első dolog, amit szeretném, hogy megnéznénk, hogy azt látjuk, hogy a pásztor gondoskodik. Hogy a pásztor gondoskodik a bárányáról, a nyájról. A bárányának ki van szolgáltatva? Tehát a bárány ezt nem tudja magának megadni, nem tud levadászni valamit. Nem tudja megvédeni magát, és ki van szolgáltatva a farkasnak, a medvének, mindenféle állatnak, vagy csupán annak, hogy nem talál vizet, nem talál legelőt. A pásztor gondoskodik a bárányáról. És ez egy nagyon fontos dolog, először megértsük, hogy ha Jézus azt mondja magáról, hogy ő a pásztor, és én az ő legelőjének a nyája vagyok,
és hogy bárány vagyok az ő nyájában, akkor rólam ő gondoskodik. Tehát nem szűkölködöm, nem vagyok árva, nem vagyok magamra hagyatott, nem vagyok elfelejtett, mert a pásztor név szerint ismeri az ő nyáját. És feltűnt neki, mikor az az egy darab hiányzott, emlékszünk, és utána ment. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit megértsek először, hogy egy jó pásztor, az gondoskodik rólam. Ez nagyon felszabadító tudat rájönni arra, hogy van egy jó pásztor, aki elvezet legelőkre, aki engem felüdít, aki gondoskodik rólam, látja azt, hogy most meg kell nyírni, látja azt, hogy valami terhet le kell rólam szedni, látja azt, hogy most el kell menjek megpihenni, látja azt most, hogy vízre van szükségem, látja azt, hogy merre van a füves legelő. Gondoskodik rólam. És ezért fontos magamban megvallanom azt, hogy nem vagyok magamra hagyva. Soha. Nem vagyok árva. Nem vagyok szűkölködő. Nem vagyok inségben. Nem szenvedek hiány semmiben. Sőt, Jézus azt mondja a János 10:10-ben, hogy a tolvaj az azért jött, hogy öljön, lopjon, pusztítson, én viszont azért jöttem, hogy folytatja? Életük legyen, és hogy? Bővölködő, egy túláradó, egy bőséges életük legyen. És azért nyilván, hogy olvassuk az Új Szövetséget, értjük azt, hogy itt nem elsősorban a jeruzsálemi nyaralóra gondolt Jézus. A Bibliórán is beszéltük, hogy az a mi nagy bajunk sokszor, hogy úgy szeretnénk élni, mint Pilátus, de olyan eredményeket, mint Pál apostol, ugye? Hogy ezt a kettőt szeretnénk összegyúrni, ami nem mindig működik. De ezen túl ő gondoskodik, és bővölködő élet. Tehát nem csak, hogy éppen eleget, nem csak, hogy éppen, hogy hát kilátszik a bordája, kilátszik a csontja, de megéli még a jövőtelet. Nem így gondoskodik. Bővölködő módon gondoskodik rólad. És azt olvassuk, azt mondja Dávid, hogy lelkemet mindig felüdíti. Felüdít. Ez azt jelenti, amikor el vagyok fáradva, hogy szeretne felüdíteni. Szeretne a karjába venni, szeretne friss patakvízzel jól lakatni, szeretne a legfrissebb, a legzöldebb legelőhöz elvinni, szeretne felüdíteni. És a vasárnap, amikor találkozunk, az egyik ilyen fóruma ennek, amikor Isten szeretne minket felüdíteni. És azt mondja, hogy hosszú volt ez a hét, sok mindent átéltél, nehéz volt, sok minden rátapadt a lábadra, sok minden lenyomott, sok minden terhet cipelsz magaddal. Szeretnék ma reggel téged felüdíteni. Szeretném, hogyha ahogy énekeltek együtt, az nem csak nekem lesz egy öröm, ahogy hallom a hangotokat, mondja az Úr, hanem titeket is fel fog üdíteni. Ahogyan éneklitek, hogy csak az Istenben csendesül el a lelkem, el fogom csendesíteni a lelkedet. És szeretnélek felüdíteni. Szeretném azt, hogy jól lakjál vízzel, étellel, mindennel. Felüdít az Isten. És aztán mit látunk még? Azt látjuk a következőben, hogy vezet. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog Istennek a vezetése. Az egyik lelkipásztor elmesélte, hogy a barátja, mielőtt lelkész lett volna, egy évre elutazott Izraelbe, hogy egy évig ott éljen, abban a térségben. Hát ez egy jó kis kezdés, nem ugye, hogy egy évet ott élni, és utána elkezdeni a lelkészi szolgálatot. És elmesélte, hogy egy éven keresztül egy olyan helyen lakott egy völgyben, ahol bárányokkal foglalkoztak, de nem ilyen 10-20 darabbal, hanem 15-20 ezer bárány volt abban a völgyben. Azért az egy komoly szám. És elmondta, hogy ő teljesen ledöbbent azon, amit minden egyes nap végignézett. Azt látta, hogy megérkezett 15 darab pásztor, és az első pásztor, aki megérkezett, kiáltott egy nagyot, és az az 1500-2000 bárány, ami hozzátartozott, az felállt, és mentek utána. Aztán kiáltott a második pásztor, és megint felállt 1000-2000 bárány, és követték. És azt mondta, hogy mikor a 15. kiáltott, az az 1000 bárány, amik ott maradt, az felállt, és egy bárány sem maradt ülve. Kimentek a legelőre, a völgybe, beesteledett, az első pásztor kiáltott egy nagyot, 1500 bárány felállt, és mentek utána. És azt mondta, hogy tátott szájjal figyeltem, hogy egyetlen nap, egyetlen bárány sem maradt ki. Mindenki abban az akkorban ment vissza, ahonnan reggel kihívták, mindenki azt a pásztort követte, amelyik reggel kihívta, és soha egyetlen pásztor és egyetlen bárány sem veszítette el egymást.
ezen én ledöbbentem. Amikor megyünk valahova, még csak két gyereket viszünk, és az egyik még nem nagyon tud menni magától, hol a másik, hova tűnt, és bajba vagyunk sokszor, és ez még csak két gyerek. Mit jelent az, amiről itt Jézus beszél? Nagyon jól értették ezt ezek az emberek, mert nagyon nagy különbség van a magyar és az itteni izraeli gondolkodás között. Jézus ki is emeli, hogy amikor a maga juhait mind kivezeti, akkor hol jár? Előttük jár. Előttük jár. És elmondta ez a férfi, hogy minden alkalommal azt láttam, nem azt láttam, hogy a pásztor fütyült egy nagyot, jöttek a kutyák, és úgy harabdálták, és összeterelték a bárányokat, és előre zavarták őket, hanem minden alkalommal azt láttam, hogy a pásztor felállt, elindult, kiáltott egy nagyot, és a bárányok, amik ismerték a hangját, mentek utána. És azt mondja Jézus, hogy a maga juhait úgy vezeti, hogy előttük jár. Miért fontos ez ennyire? Mert Isten mindig előttem halad. Nem előre küld, hogy menjél csak, nem tudom, mi vár ott rád, menjél csak, nyugodtan biztos jó lesz, hanem előtted jár. És azt mondja, hogy gyere, kövess engem. Amikor egy új helyre viszem a fiamat, mondjuk az óvodába, a legelején, akkor ha ajtóhoz értünk, és azt akartam, hogy fiam, menjél csak bátran, hát mit gondolunk, mit mondott? Esze, ágába sincs neki oda előre menni. Menjél csak, apa, szépen. Menjél csak, derítsd fel a terepet, én majd követlek téged. Ez adott neki biztonságot, hogy tudta azt, hogy az édesapja előtte jár, és ahova ő majd belép, ott már járt az apja, és előtte vagyok. És Jézus azt mondja, hogy a pásztor előtte jár a juhoknak. Ezért Isten jó, hogy észreveszed, hogy elhív, magához hív, és amikor elküld valóban, már akkor is ott van előtted, és azt mondja, hogy kövess engem. Gyere, és kövess engem. Nem ilyen partizán módon előre küld minket az ellenség vonalai közé, és azt mondja, hogy sok szerencsét, nem tudom, mi vár rátok, de na, majd néha visszajöttök beszélgetni, hanem előre megy, és hív minket, hogy kövessetek engem. És azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon, ismeritek a hangomat, és gyere, és kövess engem. Akkor ezt először megértettem életemben, annyira felszabadító tudat volt ez rájönni arra, hogy nem kell kitaláljam, hogy mit évő legyek az életembe, vagy merre menjen a gyülekezetünk, hanem azt kell megnézem, hogy merre megy az Úr. És amerre ő megy, egyetlen dolgot várt tőlem, hogy kövessem. És a családomban is nem arra van szükség, hogy kitaláljak mindenféle jó ötletet és dolgot, és addig imádkozok, hogy az Isten megáldja ezeket, hanem megnézem, hogy Uram, te merre mész? Merre mozdulsz? Arra mész? Akkor megyek, követlek. Akkor ez lesz az irány. És erre megyek, mert te erre mész, akkor ez lesz az irány, ahol te mész, ahol áldás lesz. És ahol füves legelő lesz, ahol víz lesz, és ahol védelem lesz. Gondoskodik, felüdít, vezet. És a vezetésében benne van egy nagyon fontos dolog. Mivel beszéltünk arról, hogy a bárány az ki van szolgáltatva, ezért nagyon-nagyon fontos ezt látnunk, hogy egy jó pásztor az megvédi az övéit. Mert van tolvaj, és van ellenség. Jézus beszél arról, hogy van tolvaj, és van ellenség, aki azért jön, nem azért, hogy kicsúfoljon téged, nem azért jön az ellenség, hogy a szemedbe nevessen. Az ellenség azért jön, hogy téged megöljön. Hogyha lehet, lelkileg, szellemileg elpusztítson téged, és az Istentől eltávolítson. Ezért jön. Nem kevesebbért. Nemrég a foci kapcsán beszélgettünk a fiatalokkal hasonló témáról, és arról beszélgettünk, hogyha benne vagy az egyik csapatban, mondjuk a magyar válogatottban, és nálad van a labda a mérkőzésen, akkor tudnod kell, hogy van egy nyáj, most használjam ezt a szót, akik veled vannak, van egy kapitány, aki felkészít és aki tanácsot ad, viszont van egy másik csapat, akinek minden vágya az, hogy tőled a szalmát elvegye. És hogy te ne tudjál passzolni, ne tudjál gólt lőni, ne tudjál helyzetbe kerülni. És mindent megtesznek azért, hogy téged ott kiiktassanak. De van egy pásztor, aki viszont megvéd. És mivel arról beszélgettünk, hogy a bárány, az ki van szolgáltatva, nem tudja magát megvédeni, ezért mi a legbölcsebb, amit egy bárány tehet? Mi a legbölcsebb, amit tehet? Közel legyen a pásztorhoz. Ott kell rajta csüngni a lábán. Tehát, hogyha tudom azt, hogy körülöttem ez az erdő hemzseg a vadállatoktól, és tudom azt, hogyha ide jön, akkor én csak bégetni fogok, mert meg fog enni, egyetlen bölcs dolog, amit tehetek, hogy olyan közel megyek a pásztorhoz, amilyen közel csak tudok.
mert tudom, hogy nála van bot, nála van vasvesző, nála van minden. És a farkas tőlem nem fog félni. A farkas engem meg akar enni. A farkas a pásztortól fog félni. És ezt kell, hogy megértsem, hogy akkor vagyok biztonságban, akkor vagyok védelem alatt, hogy a pásztorral vagyok. Hogyha ott vagyok vele minden nap, hogyha a jelenlétében vagyok, és sosem arra kér, hogy én védjem meg magamat, hogy legyek elég okos, erős, ügyes, hogy növesszek szarvat vagy agyarat, és akkor végre már boldoguljak magam, hanem arra kér, hogy legyél itt velem. Én megvédlek téged, én vagyok a pásztorod, én vagyok az, aki neked a védelmet adom. És van még itt néhány dolog, azt mondja Dávid, ugye visszalapozunk a Zsoltárokhoz, hadd olvassam fel, amiket már eddig érintettünk. Azt mondja Dávid, ugye, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Kellenek ezek a csendes vizek ma? Felpörgött a mai ember élete? Rohanunk? Sose volt még ennyire elfoglalt az ember, mint ma, ebbe biztosak lehetünk. És azt mondja az Úr, hogy egy csendes víz az akar minket terelni. Ahol úgy megnyugszol, amikor lehet, hogy egy nagyon nyüzsgős időszak után elvonultál egy hegy rejtekébe, és kiültél, és annyit hallottál, hogy nem hallok semmit, vagy csak a madaraknak a csicsergését. Egy csendes vízon megnyugtat. És azt mondja, lelkemet felüdíti, igaz ösvényem vezet az ő nevért. Ha a halál árnyék a völgyéből járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakok egész életemben. És még itt egy nagyon érdekes dolog van. Azt olvassuk, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Sokáig gondolkodtam ezen a mondaton, hogy ennek mi az értelme, és nemrég egy tanításban egy nagyon jó választ kaptam erre. Azt mondta a lelkész, hogy nem azt olvassuk, hogy asztalt terítesz majd az ellenségeim legyőzése után, és lakomát ülünk a holttesteik mellett, mikor győzelmet szereztél, hanem azt olvassuk, hogy asztalt terítesz nekem az ellenségeim szeme láttára. És mit jelent ez? Hát jelenti azt, hogy akkor lehet asztalt teríteni az ellenség szeme láttára, hogyha nem félünk az ellenségtől. Akkor teríthet nekem az Isten asztalt az ellenségem mellett, hogyha ő nem fél tőle. Mert hogyha én tartok az ellenségtől, és okom van félni, akkor én messze megyek, és eszem ágában nem jut oda leülni, és leteríteni valamit, és az ő szeme láttára lakmározni. De azt mondja Dávid, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Az Isten nem fél az ellenségtől, legyőzte. A kereszten nyilvánosan megszégyenítette. Semmi félni valója nincs, és amíg a pásztor mellett vagy, a lehető legjobb helyen vagy. Azt mondta Robert Morris, nagyon megtetszett ez a mondása, hogy Isten sokszor lecsendesíti a vihart, de talán még többször lecsendesíti a gyermekét a viharban. És ezt lehet, hogy átéled azt, hogy éppen ellenségeid körülvesznek téged, és mindenhol minden sötét felhő és vihar van, és arra vársz, hogy az Isten lecsendesítse az ellenségeket, lecsendesítse a vihart, és ő azt mondja, hogy nem, most itt az idő, hogy asztalt terítek neked az ellenségeid szeme láttára. A vihar kellős közepén fogunk most együtt vacsorázni. És azt mondod, hogy Uram, ennek semmi értelme. Most félnem kéne, hogy meg fogok halni, meg fognak ölni. És Jézus azt mondja, nem, ne érdekeljenek téged most az ellenségek, a problémák, a viharok. Én asztalt terítek neked a kellős közepén. Mert ezek majd a viharok elmúlnak, jön majd másik, téged ne érdekeljen ez. Én asztalt terítek neked a kellős közepén. És azt olvassuk, hogy ha a halál árnyék a völgyébe járok is, nem félek semmi bajtól. Ezért mondhatja ez Dávid, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. Megvigasztal. És nagyon sok minden benne van ebben, ahogyan a pásztor a hangjával szól, vezeti a bárányt, ahogyha kell, irányba teszi. És itt van ez a bot, és ez a vesző. Ami érdekes megint, ahogy ez a lelkészre visszautalok, aki ott élt Izraelben, és elmondta, hogy a pásztoroknál volt bot és vesző, de elmondták, hogy én sose ütöm meg vele a bárányt.
A farkas szoktam vele meggyepálni. Ezzel a bottal a farkas szoktam megütni, hogyha közeledik. És megvan annak a szerepe, amikor az Isten megfenyít minket. De olyan jó oda menni hozzá, és észrevenni, hogy megvéd, és megvigasztal. És van még itt egy utolsó dolog, amit szeretnék kiemelni, az, hogy ezt látjuk ezt az egészet egyben, hogy vezet, felüdít, gondoskodik, vigasztal, megvéd. Ilyen a jó pásztor. És Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor. Nem egy jó pásztor a sok közül, ő az egyetlen. Ő az egyetlen, akiről ezt látjuk, hogy vezet, felüdít, gondoskodik, vigasztal, megvéd. És ő azt mondja, hogy én előttük megyek. És amikor szólok, akkor ahogy az 1500 bárány felállt, mert hallották a pásztornak a hangját, felálltak és mentek. És nem zavarták őket össze, hogy más pásztorok is kiabáltak, vagy más emberek ott ki mit csinált. Ismerték, nagyon jól ismerték a pásztornak a hangját. És amikor hallották, akkor felálltak és mentek. És az utolsó dolog, amit szerettem volna kiemelni, a 6. vers a 23. Zsoltárból, bizonnyal jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. Egy érdekes dolog, hogyha az eredeti szöveget nézzük, akkor az a szó, amit szerepel, bizony jóságod és szereteted, a kísér az egy szép megfelelője ennek a szónak, de ahogy ez a szó általában szerepelni szokott, úgy szoktuk fordítani, hogy üldöz, vadászik, kerget valakit. És amikor azt olvasjuk az Ószövetségben, hogy kiment és üldözte addig, még utol nem ért, akkor ez a szó szokott szerepelni. És azt mondja Dávid, hogy bizony, te jóságod és a te szereteted üldöz engem. És belegondolunk, hogy mit jelent ez? Miért ezt a szót használja Dávid, hogy Istennek a szeretet és a jósága üldöz engem? Fiatalokkal a pénteken egy kicsit érintettük ezt a témát, és hadd ismételjem meg azt, hogy ha Isten elől menekülsz, Isten tagadásba vagy, engedetlenségben vagy, és menekülsz az Isten elől, akkor, hogyha megállsz, tudod, mi fog téged utolérni? Istennek a jósága és a szeretete. Hogyha megállsz a menekülésedből, hogyha megállsz a lázadásodból, hogyha megállsz abban, amiben az Isten ellen vagy, és futsz előle, és megállsz, és arra gondolsz, hogy most mi fog velem történni, mit tesz majd velem az Isten, mert megérdemelném, hogy a pokol mélyére száműzzön, és amikor megállok, és várom a méltó büntetést, azt látom, hogy utolért az Istennek a jósága, és az Istennek a szeretete. Ha viszont nem állsz meg, ezt is el kell mondjam, akkor bele fogsz rohanni az ő ítéletébe. Ahogy Jézus elmondta, hogy ha nem tértek meg, bűneitekben fogtok meghalni. De hogyha megállsz, és hagyod, hogy Isten utolérjen, akkor azt olvasom, hogy a te jóságod és a te szereteted nyomomba jár, és üldöz, és utolér engem. És szeretném, hogy ezt megtapasztalnád. Lehet, hogy életed valamelyik területén ellene mész az Istennek, vagy tudod, hogy mire hívott téged, de nem akarod, vagy már annyira mélyen vagy, hogy már szégyelled magad, és azon vagy, hogy tudnék én ezek után újra az Istenhez jönni. Annyiszor átéltem a személyes életemben is, amikor tudatosan az Isten ellen mentem dolgokban, és végül az Isten megállított, és azt mondom, hogy Uram, megadom magam, te győztél. És letérdeltem a csendességemben, és vártam azt, és jól esett volna az Isten, úgy jól leszidott volna, és úgy nagyon megbüntetett volna, és azt mondta volna, hogy na gyermekem, most fél évig nem fogod érezni a kegyelmemet, a szeretetemet, aki ilyet csinál, az nem érdemli meg ezt, és jól esett volna ez, mert éreztem, hogy megérdemlem a büntetést. És amikor elcsendesedtem, és megvallottam magam, megvallottam a bűnömet az Úr előtt, akkor azt éreztem, hogy az ő szeretete, és az ő jósága ért utol. Az üldözött, és az ott volt végig mögöttem, megálltam volna, és megfordultam volna. Ott van mögöttem, mert nem gyönyörködik a bűnös ember halálában, hanem azt szeretné, hogy megtérjen és éljen. És eljön majd az az idő, mikor bezáródik az a kapu. A kegyelem kapuja, mint Noé bárkája, be fog egyszer zárulni, de az még nem ma van. Ma még annak az idejét éljük, hogy az Isten azt mondja, hogy nem késlekedek az ítélettel, hogy némelyek gondolják, hanem kegyelmes hozzánk, mert nem akarja, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki üdvözüljön. És hadd mondjam neked, hogy ha ma még itt vagy, és ma még hallod ezt az igét, akkor arra bátorítlak, hogy állj meg, és add meg magad az Isten előtt. És át fogod élni azt,
hogy az ő szeretete és a jósága körülvesz, és azt mondja, hogy végre, végre már, hogy megálltál. Végre már, hogy a tékozló fiú visszatért. Végre már, hogy ami elveszett, megtaláltad ott, és nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen ilyen miatt, mondja Jézus. Bele se tudunk gondolni, hogy mekkora öröm van a mennyben egy ilyen miatt. És erre bátorítlak, hogy hagyd, hogy az Istennek a szeretete, jósága utolérje az életedet. Lehet, hogy nem vagy semmi tagadásban, de annyira rohan az életed, és annyira pöröksz, hogy Istennek a szeretetét, jóságát nem is érzed, és azt mondod, hogy miért nem érzem, Uram? És azt mondja az Úr, hogy én ott vagyok mögötted, de nem tudlak utolérni. Mert nem tudlak megszólítani, mert én suttogok neked, de nem hallod az ajtól. Én ott vagyok, meg akarlak ölelni, de te mindig tovább rohansz. Amikor a fiam kijön az óvodából, mindig nagyon fel van pörögve, és úgy egyből, hogy kijön, na megyünk haza, apa. És úgy mindig mondom, állj már meg, hadd öleljelek meg egy kicsit, ne rohanj annyira. De mindig rohanna. És én meg akarom őt ölelni, de mindig tovább rohan, és lehet, hogy így vagy az Úrral, hogy ő szeretne téged elhalmozni az ő szeretetével, hogy egy kicsit lelassítanál. Lehet, azt mondod, hogy Uram, nem hallom a hangodat, és azt mondja az Úr, hogy pedig én itt vagyok, és mondom neked, csak állj meg egy picit végre, és figyelj rám. Te jó pásztor, a legnagyobb tulajdonsága a jó pásztornak az, hogy életét adja a juhokért. És mielőtt imádkoznánk, szeretném, hogy ebbe tudnánk belegondolni, hogy mindazon túl, amit tesz a jó pásztor, hogy vezet, hogy felüdít, hogy gondoskodik, hogy vigasztal, hogy megvéd, az, ami megkülönböztette a bérestől, az az, hogy amikor jött a veszély, akkor tudta a pásztor, hogy én nem fogok elfutni, mert ezért a percért vagyok itt. Ezért a percért jöttem, amikor a bárányok veszélybe kerülnek. És a jó pásztor életét adja a juhokért. És a jó pásztor azért jó pásztor, mert annyira szeretett minket, hogy bárány lett. Belegondoltunk ebbe? Hogy a jó pásztor annyira szerette a bárányokat, hogy bárányá lett azért, hogy a bárányoknak újra legyen pásztoruk. Annyira szerette a bárányokat, hogy nem akarta, hogy még egy napot a bárányok pásztor nélkül éljenek. Mert Jézus azt mondta, hogy megszánta a sokaságot, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül levő nyáj. És egy igét hadd olvassak az Ezékiel könyvéből, ez nagyon megragadott az elmúlt napokban. Ezékiel 34:12. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, mikor ott áll juhai között, melyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős borús napon. Azt mondja itt Isten, hogy kiszabadítom őket mindenhonnan, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Ez a felhős, borús nap, lehet, hogy eszünkbe jutott egy másik napot, ami szintén felhős és szintén borús volt. Talán eszünkbe jut ez az este, amikor sötétség borult a földre, amikor vihar jött, amikor felhős és igen borús nap volt ez a földön. Amikor kiszabadított minket egy felhős és egy borús napon. Ilyen a jó pásztor. És szeretném, hogy tudnánk ma megköszönni neki azt, hogy nem egy bérest kaptunk. Nem valakit, aki nem törődik a nyájjal, hanem egy jó pásztorunk van. És hadd bátorítsalak arra, hogy olyan közel legyél ehhez a pásztorhoz, ahogy csak lehetsz. És hagyd, hogy az ő szeretet és az ő jósága ne csak valahol a nyomodban legyen hátul, hanem körülvehessen. És abban a tempóban, ahogyan megy az Isten, lépjél és kövesd őt. Amen. Amen.